Na sziasztok fiúk és lányok, én Bitrubo vagyok, és amint láthatjátok, ez itt a Spore nevű játéknak a második videója. Na most, aki az előzőről lemaradt volna, vagy bármiféle ilyesmi, az itt alattam megtalálja az előző részt. Na most, ez a kis édes kis játékban én úgy vagyok vele, hogy azonnal is cuppanjunk bele, mivel szerintem rettentő kis cukkerság, úgyhogy én nagyon szeretném folytatni a kis kalandokat, amiket én ezzel a kis lényecskével itt átéltem, ezzel a kis rózsaszín valamivel, amit én hoztam létre, és van majd 48 szemem, mint a póknak. Úgyhogy azonnal cuppanjunk is bele szerintem, hogy milyen is a lényfázisom. Na, nézzük, amikor már végre nem csak egy sejtűként funkcionálunk a vízbe, hanem kijöttünk a szárazföldre, és úgymond már gerincünk is lett, meg valamennyi vagyunk, úgyhogy, ja, szerintem nem egy hátrány. Na, nézzük, igen, itt is vagyunk. Kurva undorítóan nézek ki, milyen csúlya, mint egy ragyás lennék, ha pattanásos tinédzser vagyok. Van négy szemem elől, kettő hátul, mondom, mindenhonnan lássak mindenféle jóságot, úgyhogy teljesen jó. Na, azonnal nézzük is, hogy itt mik vannak. Várj, itt van, növényevő vagyok, szóval elmélet, és ikoni meg kell, hogy zaváljam, mert akkor az nekem a testüreg nyílásaimat jó meg fogja csinálni. Várj rá, őt együk meg. Oké, okay. Jó van, burkoljunk, hallod, ez olyan nekünk, mint a McDonald's. Te ki vagy? Hát te hogy nézel ki? Hallod? Te hogy nézel ki? Te mint egy a csigának az őse. Hát szia! Te hogy nézel ki? Oké, szerintem ő amúgy barátság lesz. Aha, ez volt a szirénydal! Jó, akkor ő legyen egy ilyen friend. Aha! Figyelj, akkor ő neki most ilyen... legyen egy barátságos izé... énekeljünk neki. Aha. Talán összejövünk vele, nem? Várjál, egyes éneklési mód. Aha. Hoppá! Plusz 10 DNS molekulaláncot kaptunk. Ügyes voltál. Győztesként, micsoda? Győztesek a zsákmány, ilyes út, hogy nagyon okoz... Oké, nagyon jó, szuper. Meg a jó? Akkor ő most már barát? Hát ez még egy nagy kérdőjel maradt számomra, nem baj. Ez a kis édítségát itt hagyjuk nyugodtan, addig én zabálunk tovább a gyümölcsöt a fáról. Mit szóltok? Zabáljunk együtt. Ó, megettünk mindenféle jóságot, nagyon jó, haladhatunk is tovább. Hallod, hogy csomó minden van, de nincs akkor a fejem. Jaj, de édes vagyunk rá, Lopfér, nem érem el! Vagyis ezt, az se. Akkor ezt felesleges. Sziasztok! Nem tudok nekik színén daltolni, nem? Oké, akkor megint nyomhatom ide. Oké, ó! Barátok lettünk! Most már ilyen kék smiling van! Szuper! Várj, neki is itt azért barátkoznom kell? Aha, ezt nem fogom tudni tovább csinálni, szerintem már nincsen több spellem. Vagy ilyen tucom. Jó, ugyanaz dönélte vissza, úgyhogy ez jó lesz. Ez az! Strucláb! Gyorsaság plusz egy! Na! Ők most már ilyen epic, nevető fejet kaptam. Nagyon jó, nagyon jó! Hoppa, várj, valami villog a föl. Bocsi, csiga! Ez mi? Jelzés értékű kezek. Na, az jó, akkor lehet, hogy most amutokat is fogok tudni, hogy a kurva anyádat! Ja? Az egész fát felzabáljuk. Teljesen jó, burkoljunk, azt kell, tömjük a belsőséget, mivel ti is azt csináljátok most éppen nagyjából. Ott van. Azt még ott gyorsan betömjük, mit szólsz? Hoppá, az egész fát lerágtam. Oké, megint találtam valamit. Ez micsoda? Pöttyös. Elbűvölésre jó. Aha, nagyon jó. Nagyon jó. Ott meg valami fingik a kráter. Haladjunk oda. Tudunk valami sprintet tolni? Nem. Fú, nekem lesz szárnyam. Mit szóltok, hogyha csinálunk szárnyakat? Szerintem az jó lesz. Ez itt micsoda? Ez itt engem bánt. Hoppá! Hoppá! Ez nem fog fájni! Jó, nem. Sziasztok! Aha. Hát nekem milyen fogad van, mint egy nyúlnak. Ja, várj, nekem segrázásom nincsen. Nekem csak éneklésem van. Aha. Ez nem nagyon tetszett. Mint egy kutya!
Aha, ez nem lesz annyira jó. Nézd meg, az ő csíkja már be is telt. Az enyém meg még csak negyednél jár, félnél. Aha, ez nem tetszett neki. Bocsánat, akkor majd később visszajövök, amikor kicsit továbbfejlődtem generációban, úgyhogy egy olyan 50-60 év múlva talán visszajövök. Vagy még több. Na, de ti csicsigák, ne hát a tuti nyerő leszek, mert nektek még szátok is éppen hogy van. Tigra, ez nem tigra, csiga. Ó, sima, easy win, olyan hangom van, mint Takács Nikolásznak. Na várjál, oké, nála bevágódtam, úgy érzem, ott a fő anyuka, a főemlős. Menjünk ott neki énekelni. Teljesen jó, mindenkinek éneklünk. Na. Két smiling már van, neki is énekelünk, és akkor teljesen jó lesz, nem? Dehogy nem. Neki is éneklünk. Hogy tudsz ekkora ormánnyal létezni, hallod? Szuper! Mi itt kaptam? Várjál, valami szemet. Anyám, nagyobb lettem. Milyen csúnya vagyok! Nagyobb lett az agyam! Ez az! Nagyobb lett az agyam! Erről van szó! Halljátok? Olyan szépen fejlődünk, srácok, nem? Csak velősen. Kicsit okosabb lettél. Na, nagyon jó, az értelmes élet felé megtettem az első lépéseket, szuper. Na, várjál. Menjünk egy kicsit vissza, mert szerintem kéne nekem keresnem valami továbbfejlődési funkcióra alkalmas nőstényt, úgyhogy, ja. De mondjuk először zabálok, mert szerintem éhen döglök. Ugye a real life-ba is éhen döglök, szóval... Ez nem egy hátrány, hogyha így burkolok némiféle finomságot itt a fáról. Nagyon jó, ezeket a cuccokat ott föl. Opa! Vaj, ott van valami izé... Láb megint, vagy valami. Cicafül. Kaptam cicafület. Nem mondod, lehetek macska! Ez csak nagyon jó, és a cicafüllel együtt 9 élet is jár, vagy az csak úgy olyan... Ráadás, plusz az élettől. Na várjál, haladjunk. Itt van valahol a farkám, itt is vagyunk. Ezek mi? Mik ezek a nagy heregolyók? Hüllőszem. Na jó, na várjál, valahol itt van az én kis izé falkám. Valahol pedig itt van, ja nem. Jó, rossz rába mentem, na itt van, erre vagyunk. Ezek a növények hogy néznek ki, nagyon durva. Itt is vagyunk, itthon vagyunk. Na jó, szia! Na várjál, nekem most ugrás, pádási hívás, oké. Ennyi üstényet tudok pázani! Arany dolgom van itt, srácok. Arany dolgom van. Én nekem milyen csúnyának kellett volna születnem. Egy romantikus estére elvisszük a leányzót, és utána talán egy lakásban kötünk ki, ahol megtörténik a pázási rituálé, és jön a gólya. Mint ahogy látjátok, ez gyorsan le is zajlott itt előttünk, ki is vágta a játék alapból, és az ekkora tojásból ekkora lett, úgyhogy teljesen jó. Teljesen jó, és a gólya meg is hozta a jóságot. Na várjál, oké. Várjál, alakítsunk valami szupert. Várjál. Forró, moró, szállít. Aha. Várjál, megüt. Aha. Ezek micsodák? Forog, aha. Hogy denszelek? Nagyon kis aranyos. Na várjál. Jaj, én most rosszat nyomtam. Ugyanúgy fog kinézni. Bakker! Én csak ebből a megnézem tuszból szerettem volna tovább fejlődni. De mekkora szemeim vannak? Várjál. Én nem tudom, hogy ez mennyire lesz ciki, de konkrétan... Ezzel megtanulhatsz köpni. Tök jó. De nekem a pázást kéne megint behoznom a lehetséges funkció közé. Ez az. Várjál, pázás egen, mert... Nekem nagyon durván kell valamit kezdenem ezzel a négy szemgolyóval, ami elő van, mert bőven elég lesz kettő is, valami hüllőszem. Ott van ő a szerelmem. Oké, gyere. Mennyire jó lenne, hogyha csak így működne a real life-ba? Tolsz egy ilyet? És már jönne is a... Kiszemelt. Ó. Ó. Mekkora lámúr volt. Na, nézzük. Rákcsapófa, nem az nek... ez csúnyán néz ki. Na várj, nekem ilyen szájam lesz. Ezt ugye alapból leszedjük, igen, mert nem kell. Ezt is leszedjük, mert ez sem kell már.
egy ilyen csőrszerű valamit fölteszünk. Ú, de csúnyán nézek ki, gyerekek, hallod? Nagyon kemény, ahogy én ezzel kinézek. De várjál, ez micsoda amúgy? Ez valami szárnyam? Várjál, szemet nézzünk valami újat, mert nagyon csúnyán... De nem, ez mondjuk aranyos! Kövezd meg, de ez aranyos, mint egy kis madár! De várjál, cicafül, olyat teszek. Olyat teszek, az nem egy rossz dolog. Mit szólnátok, hogy a szemem előtt lenne a izé fülem? Szerintem teljesen jó. Hallod, mintha az orlukam lenne. Így lefele, nagyon aranyos vagyok, nagyon cuki, epic cuki vagyok. Várjál, a seggemről leszedjük a szemet, mert az nem kell. Pipaszár, deltás, lala... Jó, ilyen jelzésértékű kezet kapok. Aha, várjál, és a gerinc az abban egy kicsit meg kéne, hogy nyújtsam. Nem tudom még tovább nyújtani? Ó, bakker, pedig jó lenne. Várjál, például ezt alá... Oha, várjál, figyelj, nézd, ilyen izé sprintelő, mint hogyha ugranék. Nagyon kemény, ez így jó lesz. Mondjuk, várjál, nem teszek még lábat. Várjál, ez melyik fajta lábam úgy? Tért kalács, azt hiszem a tért kalács, nem? Ja. Na, ez így jó lesz. Van, nagyon sok lábam van, az a jó. Na nézzük, kezek. Ugye ilyeneket még nem tudok felpakolni magamra, ilyeneket se. Mert ugye már nincsen izém, slotom. Nem baj, most ennyi elég lesz szerintem amúgy. Elbűvölésre kell. Aha, ilyet viszont kéne magamra tenni. Na várj, akkor ilyen kis szárnyacskákat leszedek. Meg ilyet is még leszedek. Pöttyös. De és ez mire jó? Kincse. Jó, figyelj, várjál. Ilyen növényt teszek ide a hónom alá, mint hogyha szőrös lenne a hónom alja. Teljesen jó. Szerintem ez így teljesen jó lett. Olyan rondát alkottam, mint még... Tehát az előző aranyos volt. Ő ronda lett, úgyhogy teljesen jó. Nézd meg, fi, de csúnya vagyok, hallod? Fű, gyerekek. Ennél alkossatok rondábbat. Szerintem lehetetlen. Jézusom. Elbűvölés. Effektív madárcsicsergés hangom van! Mekkora kemény! Na, teljesen jó, felnőttem. De most hova tűnt a izé köpésem? Amikor itt van a térdemen, figyeld! Hova tűnt a köpésem? Na mindegy. Menjünk el akkor még barátkozni, vagy nem tudom, valami jót csinálni. Meg mondjuk zabbancsunk is, azt hiszem azzal is DNS kapsz, nem? Mondjuk ebben nem vagyok teljes mértékben biztos. Legalább már kéz leszek, hallod? De ezzel nem kapok semmilyen DNS-t, akkor meg tök fölösleges ennem. Akkor nem is fogok enni. Teljesen jó. Na haladjunk tovább. Hát valami kis dzsungellény még felszedünk itt valaki. Valami izé tarzannét. De nagyon kemény ez a négy lába, hogy megyek, hallod? Ez nagyon kemény. Nagyon kemény, ahogy itt futok. Na várj, ezek valami rosszak, nem? Aha. Nem tudom kik ők, de én oda megyek. Na? Ővelük jobban leszek, vagy nem? Na nézzük, fightoljunk egyet. Tudjunk ezt street dance-t. Aha, erre képtelen vagyok. Én énekelni tudok neki megugrálni. Nem, és már majdnem jó volt, hallod? Aha, érzem a bugit. Most toljunk ilyet, figyelj. Ilyen segrázás. Ez annyira nem jobb be neki. Mert nem jön be a segrázás, de milyen lábad van? Jó, hát ezt kb. Föl is adom, mert már most lehagyott engem, mint az állat. Halljuk. Oké, teljesen király, újfajta izé fülem lehet. Fülemüle. Na várjál. Aha, viszont az, hogy leszettem azt a szájnyszerű valamit magamról, így nem tudok ugrani. Aha, sok lesz az a láb, már most érzem, de nem baj. Nem baj, majd akkor később leszedem magamról. Ez micsoda? Valaki ide szart. Aha. Jó. Csak azt meg tudom dobálni vele, vagy mit csinálok vele. A saját szarával. Kultúrált. Nem le kell nyűgöznem valakit meg én, csak kapok darab 30 darab idéres pontot. Aha, ők valami nem barátságosak. Aha, de, ők nincsenek velünk jobba, viszont nekik úgy néz ki, hogy meg fog felelni az, amit én tolok. Aha. Ez az!
Jó, oké, okay. Ő már barátkozik velem. Szia! Titi? Aha, az már nehezebb lesz. Aha. Ez az! De én nem csak smile-t akarok velük, valami epic barátságot akarok, hogy olyan házi bulit rendezhessünk itt a környéken, hogy ne zavarjuk a környéken senkit. Mert elnézzük, mert hogy a haverok vagyok. Teljesen jó. Aha. Miért érzem, hogy ez jó lesz? Ez az! Lapulevél. Teljesen jó. Mindenféle jóság. Arról itt három darab. Hoppá! Hoppá! Várja már! Ezek valami zsúgják! És én ezt hogy fogom elköpködni? Halod? Engem megzabáltak! Futok haza! Halod? Ezek kinyírnak! Hol a sprint gomb? Hol a sprint? Várja már, ez ki fog nyírni? Mekkora... Fúj! Fűbe haraptam. Jó, hát ezt jó tudni. És akkor most az a barátság, amit ott előbb kötöttem... Szegintő érte, elrúgták oda a picsába! És mit izé bodybuilder-skedik ott? Na! Ez az! Itt vagyok megint. Na várj, nekem azzal a köpőt húzza kéne valamit kezdenem, mert akkor kéne valami támadási spell is, nem? Tuti kéne. Na nézzük. Aha, hogy új fészekben vagyok. Aha, teljesen menő. Na várjál, akkor viszont nekem kell valami énekzene tánciskola. Illetve a térképen látom, hogy hova kéne most elmennem. Várjál, hol van az, aki izé párosodna velem? Aha, jó messze. Szia! Na várj, itt az éjszaka kellős közepén, na majd én oda haladok, ahova kell. Aha, ők támadtam meg múltkor. Na, ezeket majd kinyírjuk mindjárt szépen lassan. Óvatosan. Biztos vagyok benne, hogy be fogjuk őket támadni. Na várj, jó messze kerültem otthontól, hallod? Ott mennek az ufók. Mikat? Ja nem, ővelük most jobban voltam a legutóbb, nem? De, velük jobban voltam. Vagy azok nem ők voltak? Ezek a zsiráf fősei, hallod? De, velük jobban voltam. Most miért nem? Na mindegy. Na mindegy, hát nem problematika, majd akkor jövök legközelebb haverkodni megint, srácok. Na várjál, én inkább így nyílegyenesen megyek a házikomhoz, mert valamire új fészek. Ott van a szerelmem. Na én akkor menjünk oda. Ti kik vagytok? Hú, gyerekek, hogy mennyire elgúrt a gyógyszer annak, hogy ezeket tervezte, nagyon kemény. De még jó, hogy benéztem, ha ott két utcom van így instant a földön. Teljesen jó. Nagy szájú. Ez ilyen disznószar, ez tuti jó lesz amúgy izére fejöklelésre, vagy bármiféle ilyesmire. Szóval igen. Harapásra, vagy mindenféle ilyesmire, teljesen jó. Na. Ez már tetszik. Hoppá, ezek már alapból. Aha, várja, nem adok, támadni akarnak. Le akarják harapni a bimbomat! Jó, nem, én nem bántalak, bocsánat, elnézést. Tudom, hogy nem vagytok békések, meg ilyenek. Én kérek elnézést. De az utam itt erre halad. Hogy teljesen... Aha, van, itt lesz a facecam, figyeljetek! Ezt nézve, hogy föld... Cipázunk a földről. Mutatós kezek. Teljesen jó. Teljesen jó, az úgy is kell. Ja, itt is vagyunk. Na, sziasztok! Szia, szerelmem! Azt a mekkora bolygóközi házi buli van itt! Mekkora bulit tolnak, hallod? Mindjárt jön egy kis izé dubstep meg beatbox. Na, már lakást építjük, taposuk a földet. Mondom én, hogy építkezünk, hallod? Jó, ez az én fészkem, teljesen jó, de nekem akkor is kéne valami izé... zene. Na, kivel? Na, itt van, ott volt, ott a nőstény. Nekem muszáj valami támadást tudsz, mert még egyszer nem akarok meghalni csak úgy. Gyerekek, hogyha lementek a diszkóba, ne ilyet táncoljatok. Az biztos, hogy az a lányzó, vagy az a férfi, aki kirínéztek magatoknak, vagy bármiféle ilyesmi. Egy ilyesfajta... körbe táncol... inkább elhajt. Ebben biztos vagyok. Te megszültél egy követ, teljesen jó.
Na nézzük, várjál. Alapból egy lábot instant leveszünk, mert nem kell. Aha. Hú. Hát ez nem hétköznapi. Hát ez hogy néz ki, hallod? Jó, inkább eladunk mindent újra. Jó van, na! Ne nézz rám így! Mindjárt megkapod, várjál! Ezeket a mutatós kezeket megkapod. Ott van, teljesen jó. Anyád, milyen bizony deltád lett meg mindened! Várjál, ezt azonnal leszedjük. Tért kalácsos láb kell neked, igen. Csapás. Pózolás, kettes szint. Na várjál, ilyen jöhet. Ugrástánc. Jó, ez már jöhet is. Bőven jó. Na várjál, ilyet fölteszünk ide így magunkra, így a vállunkra, ez jó lesz. Köpés, aha, csula is lesz. Várj ezt meg ide a vállunkra, mint a izé Pokémonba. Úgy fogunk támadni, mint soha senki. Iszony. De várj, nekem izé kéne. Ugrásna, az kell. Hű, nagyon torzul nézünk ki, hallod? Hallod? Hű, vazeg. Nagyon csúnyán nézünk ki. Így. Ennyi igazából teljesen elég, nem? Dehogy nem. Ez bőven jó. Ez így most elsőre szerintem teljesen jó. Tudunk támadni, van újfajta elbűvölési cuccunk, tudunk repülni is. Teljesen jó. Teljesen jó, erre kíváncsi vagyok. Hát kicsikén nagyon csúnya vagyok. Nagyon csúnya kis lényt hoztunk létre. Tánc, van dance-em. Ok. Ok. Teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Egész jól is nézünk ki, nem olyan vészes, nem? Nem olyan vészes. Na, majd innen folytatjuk a következő videótól, ez a Spore, ez engem esküszöm leköt, nagyon-nagyon jó kis játék. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nektek is legalább annyira szórakoztató, mint számomra. Ez egy kis aranyos játék, én biztos, hogy végig fogom vinni. Legyetek itt legközelebb is, én Turbo voltam. Legyetek jók, sziasztok!